une norme automatique. Rendre, j'ai dit. Couchez-vous! Ti, mint ugye francia érdekeltségű, vagy francia központú csatorna, azért kiemelten foglalkoztok ezzel, milyen gyakran kb. Hányszor jön vissza ez a képsor, és hányszor van élezés? Gyakorlatilag órák óta. Amikor én egy órakor bejöttem, akkor már ez ment, hiszen délelőtt volt valamikor 10 óra után ez a támadás, mert ugye ma van, szerdán délelőttönként van a szerkesztőség értekezett, tehát most nyilván mindenki bent volt. 2 vagy 3 fegyveres támadta meg a Charlie Hebdo-nak a székházát. Couchez-vous! Elmenekültek Párizs észak, ugye ez a székház Párizs központjában van, állítólag a város északi része felé menekültek. Ha folyik a hajtóvadászat, nem lehet tudni, hogy milyen esélyekkel, nem lehet tudni, hogy hol vannak most. Az egész országban terrorkészültség van, a legmagasabb szintű terrorkészültség. Dranszi város imámja azt mondta, hogy a Sárgyi... Igen, ez nálunk már fölött van, én ezt már feltettem. Szabadság mártírjainak nevezte az áldozatokat. Párizs belvárosa, a Charlie Hebdo szatirikus hetilap szerkesztőségének környéke, ahol most gyakorlatilag csak rendőrök és mentők dolgoznak. 12 ember halt meg egy terrortámadásban ma délelőtt. Ekközben Madridban egy spanyol szerkesztőséget is kiürítettek, miután egy furcsa csomag érkezett oda. I'm sorry, I don't speak very well English. No, it's okay. How people feel about the shooting in Paris? Are they like, people are afraid, or what do they think? What's your impression? It's horrible, really horrible. I knew all these journalists, of course, like a lot of persons here, and I am it's horrible. It happens not very far from here, near the Bastille. I think the police have a lot of connection to, I hope so, to find them.